A Moskovszky család, Moskovszky Éva, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott könyvtárosa és édesanyja, Moskovszky Lajosné 70 év alatt kitartó munkával gyűjtötte össze a Székesfehérváron található Hetet-hét játékmúzeum kiállításának anyagát. A Moskovszky gyűjtemény 26 éve került Székesfehérvárra. A Fehérvári Gabaház néven és Nyertes Tünde rendezésében nyílt meg az első kiállítás. És a gyűjtemény 2011-ig Fehérvári Babaház néven működött a Szent István Király Múzeum részeként. Egy olyan társadalmi, nyugodtan fogalmazhatok így, eszme is épült köré, hogy gyakorlatilag azt vettük észre, hogy van igény a közönség részéről is erre a gyűjteményre. Ugye későbbi években a Hetet-hét Játékfesztivál is erre épült, ez a gyűjtemény alapozta meg, ugye van is a hét próba része, tulajdonképpen minden egyes évben a gyűjtemény egy tematikus részére épül, egy részét jeleníti meg, de ugyanakkor ugye a tudományos életben is hatalmas érdekel. A közel 5000 darabból álló kollekció a Hímerházban 2012-ben megnyílt Hetet-hét Játékmúzeumban kapott méltó helyet. Az érték megőrzése a város közgyűjteményének gyarapítása érdekében tárgyalt az önkormányzat a gyűjtemény tulajdonosaival, akiktől Székesfehérvár 110 millió forint értékben vásárolta meg a gyűjteményt. Letéti szerződéssel volt korábban itt ez a gyűjtemény a városunkban, ez a letéti szerződés lejárt. Itt szeretnénk köszönetet mondani az örökösöknek, a tulajdonosoknak, hiszen egy tárgyalás sorozat végén meg tudtunk velük állapodni, és egy megfelelő értékbecslés alapján elvégzett felmérő munkát követően az árban is megállapodva 110 millió forintért a város megvásárolta ezt a gyűjteményt, úgyhogy most már úgy vezet bennünket ez körbe, hogy nem letétben van Székesfehérváron, hanem a város közösségének kulturális vagyonát gyarapító tulajdona. Az, hogy a gyűjtemény Székesfehérvárra kerüljön, Moskovszky Éva döntése volt korábban. Amikor az első időszaki kiállítást rendezte Ilyesné Ötvös Tünde, akinek a nevét nagyon fontos elmondani ebben az összefüggésben, nagyon jó barátságot ápolt Moskovszky Évával, és Moskovszky Éva nagyon bízott benne, és szívesen adta ezért Székesfehérvárra a gyűjteményt. Azt is jónak gondolta, hogy a Balaton és Budapest között nem veszik el igazából az értéke. A város jó gazdának bizonyult, hiszen nem csak a tárgyak gondozását vállalta, hanem az ehhez kapcsolódó tudományos és kulturális események szervezését is. A játéktörténeti konferencia, a Hetet-hét Játékfesztivál, a múzeum pedagógiai foglalkozások mellett koncertek, irodalmi estek színhelyévé is vált a múzeum.